Erőteljesebb kell, hogy legyen a színháznak jelenléte, nem csak Szabadkán, de az egész régió életében, véli Gyarmati Kata. Az Újvidéki Színház művészeti vezetője elmondta, örömmel vesz részt a Szabadkai Népszínház magyar társulatának munkájában. Kellemes élményen túl itt egy elég komoly munka kell, hogy elkezdődjön a közeljövőben. Az a döntés, ami megszületett bennem, az annak okán született meg, hogy én mindenféleképpen szerettem volna már váltani, ugyanis azt gondolom, hogy ezzel a társulattal az az időszak, amit átéltünk, mármint hogy az Újvidéki Színház társulatával, az engem gazdagabbá tett. A Szabadkai Népszínház magyar társulatának tagjait és munkáját Gyarmati Kata már régóta ismeri. Ez a tapasztalat létfontosságú lesz az elkövetkező munkaidőszakban. Nagyon tisztelem a munkájukat, és azt gondolom, hogy amennyiben van arra lehetőség, hogy ezzel a társulattal is együtt tudjak dolgozni, akkor én ennek állok elébe, és hát úgy tűnik, hogy jól fogunk tudni együtt működni. Azt, hogy ő legyen a Szabadkai Népszínház művészeti vezetője, az Újvidéki Társulat is támogatta. Kinevezése után akár még szorosabb együttműködés jöhet létre a két színház között, amely további munkájukat is megerősítheti, mondta Gyarmati Kata. Végül hozzátette, fő célja, hogy mindkét színházban minőségi munka folyjon és jó előadások szülessenek.